Hamarosan lezárul az a projekt, melynek keretében a termálvíz visszasajtolásának hatékonyabb technológiáját kutatták és próbálták ki szakemberek. Az eredményeket bemutató konferencián számoltak be a konzorciumi partnerek a munkálatokról. Egy földtani kutatásokat végző pécsi cég pályázatának köszönhetően már 2017 óta kutatják ezt a területet. A műszaki igazgató Csicsák József ismertette a részleteket. Megvalósultak azok a laboratóriumi vizsgálatok, tanulmányok, értékelések, technológiai fejlesztések, amelyek ennek a visszasajtolásnak a hatékonyság növelését szolgálják. Elkészült egy kimondottan a projekt keretében finanszírozott visszasajtolókút. Ezt a berendezést az Alföldön építették fel, hiszen azon a területen bonyolultabb a termálvíz visszasajtolásának folyamata, tette hozzá Csicsák József. A projekt elsődleges célja a jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazottnál sokkal fejlettebb, költséghatékony technológiák kifejlesztése volt. A ténylegesen megvalósított eszközök elhelyezése előtt pedig a pécsi kutatók munkájára is szükség volt. A projektnek az a része, ami itt a PTE és ráadásul az SKK részére esik, ahol most jelenleg is vagyunk, ezt ugye mi végeztük a kutatócsoportunkkal. Ezek jobbára ilyen modellezős feladatok voltak, ami azt jelenti, hogy az adott kőzet és a visszasajtolandó víz közti reakciókat kellett elemezzük. Ezeket laboratóriumi szinten modellszoftverekkel, egyebekkel végeztük el. A jövőben így az energiafelhasználási szemlélet is megváltozhat, hiszen a termálvíz megfizethető és korszerű energiahordozó, hangzott el az eseményen. A projekt eredménye rövid távon a földtudományi iparban véd meg munkahelyeket, hosszú távon pedig a megújuló energiaágazatban teszi lehetővé a munkahelyek létrehozását.